Ez itt a Sportma, a Pécs TV napi sport összefoglalója. Mai műsorunkban egy adósságunkat pótoljuk, a Kratosz Esze 2005-ös évét értékeljük. Tartsanak velünk! Sikeres évet zárt a Kratosz Esze kickbox sportágban 2005-ben. A világbajnokságon Szegeden Párkányi Rita harmadik helyet szerzett. Köszöntöm a stúdióban Bödő Csilla edzőt, elnököt, illetve Párkányi Ritát. Csilla, most egy elmaradásunkat pótoljuk, ugye még nem számoltatok be ti a 2005-ös évről, pedig aztán igazán szép eredmények voltak. Mik voltak, amikre igazán büszkék vagytok? Hát természetesen a legbüszkébbek a világbajnokság, ugye mert ebben a sportágban is a világbajnokság az a legfontosabb, ahol Rita debütált, tehát az az első világbajnoksága volt, és már is a harmadik helyezett, egy bronzérmet megcsipett, úgyhogy ennek nagyon örülünk, ez valószínűleg azt vetíti előre, hogy esetleg ez már csak fényesebb lehet ez az érem a közeljövőben. Ezen kívül diákolimpián nagyon sok jó helyezést értünk el, mind ökölvívásban, mind kickbox sportágban, illetve a világkupáról hoztunk el érmeket. Hány sportolója van az egyesületnek, illetve hányan foglalkoztok a fiatalokkal? Hát ez egy kis egyesület, tehát itt nem kell százas számkörben gondolkodni. 50-60 ember jár hozzánk edzésre, két helyen van edzésünk, az egyik Kertvárosban, másik pedig a Társiban egyelőre, de valószínűleg márciustól egy helyen lesz egy hatalmas új terembe a Rókus alján edzésünk. Hát az edzéseket, azokat rajtam kívül a bátyám az ökölvívó edzésre foglalkozik, illetve Blazsakovics Ferenc, aki a Thai Box részt viszi tovább. Rita, te mióta foglalkozol ezzel a nem igazán női?